közösségi kert gondolatával már régóta játszottunk itt a Főkertész úrral, hiszen azt gondoljuk, hogy a lakótelepen élőknek szeretnénk egy plusz életteret biztosítani. Egy olyan plusz életteret, ahol ki tudnak mozdulni a szabad levegőre, és kertészkedni tudnak. Ezáltal is segítjük őket az egészséges életmód elérésében, hiszen szabad levegőn vannak, és például esetleg egészséges zöldségeket tudnak termeszteni, ezáltal pedig egészségesen tudnak táplálkozni. Nyilván, hogyha egy ilyen közösségi kertet tudunk üzemeltetni egy-egy lakótelepen, akkor az közelebb hozza ezt a lehetőséget a lakótelepen élőknek, és ezáltal nem kell annyit menniük ahhoz, hogy ezt a tevékenységet tudják folytatni. Ezt a közösségi kertet ugye a Vénkerti Zöldváros program keretében valósítottuk meg. Az előkészületi munkákban segítségünkre volt az Agráregyetem, ott ugye van már egy közösségi kert, viszont azt tudni kell, hogy ami teljesen nyilvános, bármelyik városlakó pályázhat rá, majd elmondom a pályázati feltételeket, azért kik élveznek előnyt, ez a közösségi kert. Ugye az egyetemen lévő, hogy nyilván elsősorban az egyetemistákra számítanak, viszont akkor, amikor a Főkertész úrral összeállítottuk ezt a projektet, akkor elmentünk megnézni az egyetemen is, hogy mi történik, és abból tanulva próbáltuk ezt a közösségi kertet kiépíteni. És a mai napon pedig meg szeretnénk hirdetni egy pályázatot, és a pályázat tekintetében várjuk a városlakók jelentkezését. Minden 14. életévét betöltött természetes személyt tud pályázni. Elsősorban nyilván itt az elhelyezkedésre tekintettel elsősorban a vénkerti lakókra számítanánk. A pályázat az elérhető majd, feltesszük a honlapra, és többféle módon is be lehet nyújtani. Egyrészt megadunk egy e-mail címet, amelynek keretében lehet majd benyújtani, másrészt pedig a Vénkerti Általános Iskola igazgatójával egyeztettem arról, hogy itt az iskola portáján is le lehet majd adni, ugye az itt lakóknak talán ez a legközelebbi lehetőség, valamint a Városházán az öt területi osztály részére is le lehet majd adni ezeket a pályázatokat. A 14 kazetta van ugye itt a közösségi kertben, itt valószínűleg azért lehet látni, hogy egy-egy kazettában azért többféle dolgot lehet ültetni, úgyhogy azt tervezzük, hogy mindenféleképpen legalább ketté osztjuk ezeket a kazettákat, de ha nagyon nagy a túljelentkezés, akkor lehet, hogy akár három felé, és akkor ezt a 14-es számon meg is lehet háromszorozni, tehát lehet, hogy akár 42 személy számára is tudunk biztosítani helyet. Mi az, amit még biztosítunk majd? Ugye itt látható egy faház, amelyben szeretnénk majd olyan eszközöket elhelyezni, amelyeket mi fogunk biztosítani, illetve nyilván itt a közüzemi költségek is lehetnek, ugye vízvételi lehetőség van a közösségi kertben, tehát a vízszámlát is majd ugye az önkormányzat fogja fizetni. Cserében azt azért el kell mondjam, hogy egy éves 4000 forintos tagsági díjat szeretnénk majd kérni a sikeresen pályázóktól. Hogyan képzeljük el a későbbieket? Ugye szeretnénk majd azt, hogy itt ugye ne egy gazos felület legyen, hanem mindenki, hogyha valaki pályázott, sikerrel pályázott, akkor valóban gondozásra kerüljenek ezek a kazetták, és ezeket folyamatosan figyelni fogjuk, ha és amennyiben valaki nem gondozza az adott kis parcelláját, akkor vele majd felmondjuk ezt a megállapodást, és akkor új személyek számára tudjuk biztosítani a parcellákat. Ez azért is fontos, mert hogyha a várólista alakul ki, akkor ne alakulhasson ki az a helyzet, hogy soha többé más nem tud jutni ilyen parcellához, hanem folyamatosan legyen egyfajta cseréje a kertet művelőknek, és ezáltal mindenki lehetőséget kapjon arra, hogy kertet műveljem. Bármit lehet termeszteni. Tehát nyilván, ami nem ütközik törvényi akadályokba, de ha valakinek virágot van kedve ültetni, akkor virágot is, kardvirágot, bármilyen vágóvirágot a vázába. Olyan szabályok vannak itt, mert akkor belemegyünk akkor a szakmai részekbe, hogy például főleg az évelőket kerüljük az ágyásokba, meg olyanokat, amik saját magukat elvetik, mert utána az jövőre esetleg gyomként jelentkezik, hogyha
ha mást akarunk venni, tehát akár egy ilyen menta, vagy ilyesmi, az utána első évben nagyon jól tűnik, de amikor már az egész ágyás mentából áll, mert az agresszíven terjed, az nem biztos, hogy jó. A másik, ami nagyon fontos, hogy itt ebbe a kertbe alapvetően a biokertészkedést céloztuk meg, tehát nem szándékozunk semmiféle vegyszert és kemikáliát és szintetikus műtrágyát használni. Igazából még azt látom itt a közösség fejlesztésben, hogy ez tavasszal általában az a tapasztalat, hogy ez ilyen közösségi kerteknél már, még amikor a hó fedi a kerteket, már akkor elindul az élet a mag és palánta csere belélésekkel, hogy kinek mi jött be előző évben, melyik fajta hozott jól paradicsomba, melyik volt a legízletesebb. És utána idővel van egy ilyen kis versengés is, tehát hogy kinek szebb a kertje, kinek nagyobb a növénye, kinek van kevesebb gyom benne. Bízom benne, hogy ez egy nagyon, nagyon gyümölcsöző és zöldségező dolog lesz itt a város szívében.